A Karcagi Sport Egyesület birkózó szakosztályából Tóth Réka eredményei alapján meghívást kapott a magyar serdülő válogatott nyári edzőtáborába. Vele, edzőjével és nővérével beszélgettünk. Réka szerint nagy lehetőség volt ez a tábor, ahová edzője és a szülei is elkísérték. Meghívtak engem a magyar válogatottnak az edzőtáborába, körülbelül 35 gyereket hívtak meg az országból. Múlt hét hétfőn mentünk, az edzőm és a szüleim elkísértek, mikor odaértünk 10 órakor volt egyből egy edzés, utána ebédeltünk, volt egy kis pihenő és még egy edzés. Sok Európa bajnok válogatott birkózó volt ott, találkozott a példaképeivel is. Úgy érzi, nem valott szégyent. Az őszi diákolimpián a győzelemre, a serdülő válogatón is az első szeretne lenni, majd az Európa bajnokságra kijutni és megnyerni azt is. Meg lesz tartva valószínűleg a diákolimpia szeptember-októberben, ott első helyet szeretném elérni, és akkor utána, hogyha nem lesz koronavírus, akkor meg lesznek tartva a serdülő válogatók, és akkor azon is első szeretnék lenni, hogy akkor az Európa bajnokságra ki tudjak jutni. Az esélyem megvan, és úgy látom, hogy ők is edzettek, meg az edzőik nekik is adták a feladatokat, hogy igen, és úgy látom, hogy megvan az esélyem, de ők is nagyon sokat edzhettek a karantén ideje alatt. Az edzőtáborban lelkileg és fizikálisan is sokat erősödött. Már az is nagyon nagy dolog volt számomra, hogy elhívtak oda, de lelkileg is és fizikálisan is sokat erősödtem ott. Most ez az edzőtábor sokat segített, mert ugye rutinosabb lettem ezáltal, de úgy tényleg nagyon izgultam eddig, most már remélem, hogy nem így lesz. Urbán Zoltán edzőtől megtudtuk, a karantén alatt interneten kapták a gyerekek az edzéstervet. Ez egy elég hosszú időszak volt, ez egy 3 hónapos időintervallum, amikor ugye nem tudtunk edzéseket tartani, ugye csak internet úton tudtuk utasítani a gyerekeket. Valaki ezt betartotta, valaki pedig nem tartotta be. Ugye van is elég sok gyermekünk, aki betartotta ezt, és elég jól fejlődött az elmúlt időszakban. Van, aki nagyon-nagyon sokat fejlődött, valaki viszont abszolút nem csinált még egy fekvőtámas sem. Hát meg lesz neki a hátránya, meg lesz neki az előnye is, aki dolgozott ugye a karantén alatt. Itt szeretnék is kiemelni egy növendékünket, a Tóth Rékát. Serdülő válogatott edzőtáborba kapott külön meghívást. A szakember nagyon büszke Tóth Rékára, akinél a szülői háttér, az edzési segítség a karantén alatt nagyon fontos volt. Vannak neki céljai elsődlegesen, ugye, a karantént az teljes mértékig végigedzette, ezt több videóval is igazolta az irányomba, nagyon ügyes, nagyon erős a súlycsoportjába. Tokodon voltunk a serdülő minősítő versenyen, külön szülői engedéllyel indulhatott egy korcsoporttal följebb, ez azt jelenti, hogy lányokat is szétszették, diák 2, diák 1 és serdülő korcsoportba, ez azt jelenti, hogy a diák 2 az 2009-10, 2007-2008 a diák 1 és 2005-2006 a serdülő korcsoport, és ugye utolsó éves diák 1-es korcsoportosként külön szülői engedéllyel elindulhatott, tehát följebb birkózhatott egy korcsoporttal, és nagyon szép eredményt ért el. 12 lány közül a harmadik helyezés sikerült neki elérnie. Azt azért hozzá kell tennem, hogy a döntőbe jutásért egy kicsit elidegeskedte a lányzó. Ugye ez rutintalanságnak lehet betudni, és annak még, hogy fiatal, de hatalmas siker volt ez is, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá. Igazából én adtam utasításokat, de itt a szülői háttér az borzasztóan nagyon kellett, tehát az édesapukájával rengeteget edzettek, rengeteget húzóckodtak, futottak, 10-15 kilométereket, volt, hogy naponta kétszer is edzettek, úgyhogy tényleg le a szülői háttér előtt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik a segítséget is. A cél igazából a jövő évi Európa-bajnokság, a serdülő Európa-bajnoksága, amire nagyon szeretnénk ugye kijutni. Réka már 2 lépcsőfokkal följebb jár, ő neki a célja az, hogy ő Európa-bajnok szeretne lenni. Első évesként nagyon nehéz dolga lesz, ezt mindenki nagyon jól tudja,
célja, de nincsenek lehetetlenek, mert a cél az ki van tűzve. Ha már kijutunk az Európa-bajnokságra vele, az már nagyon nagy dicsőség lesz. A szakember Szent Réka példakép a többi birkózó előtt is. Úgy gondolom, hogy Réka az most egy példakép a többiek szemszögéből, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy próbálnak hozzá fölcsatlakozni. Mindenkinek mondom, hogy ne a saját komfortzónájába próbáljon meg edzegetni, hanem próbáljon átlépni a saját küszöbeit, próbáljon minél többet edzeni, és van is olyan, aki az edzésen kívül is újra elkezdte az edzésen kívül edzéseket is, és igen, próbál, látom rajta a fejlődést. Ugye most kezdtük el körülbelül két-kettő hónapja, másfél hónapja újra az edzéseket, és lehet látni azért a fejlődést, hogy újra elkezdődött a birkózás. Réka nővére Noémi általánosban sikeresen birkózott, de a tanulás számára fontosabb lett. És mint elmondta, már bánja, mert időközben rájött, úgy is tudott volna eleget tanulni, ha folytatja az edzéseket. Időközben rájöttem, hogy úgy is tudtam volna eleget tanulni, hogy közben folytatom az edzéseket. A hatodikban a Kánkároly versenyen országos harmadik helyzet tettem, és egy évre rá a hármadató versenyen is harmadik lettem. Noémi több országos természetismereti verseny dobogósa, állatorvos vagy zoológus lesz, mert segíteni szeretne az állatokon.